alatt elindult, tehát a nap második futama, Sörnyei Handicapben Muizenberg rockstartja sikerült a legkevésbé jól. Sorbon az, aki remekül kezd és elmegy vezetni. Sorbon mögött belül ott van Sízmány, kívül pedig Silver Chimes tartja magát remekül, aztán a folytatásban pedig Rebel Jusli, az első négy pedig kicsit ellép a többiektől. Nagyon-nagyon jó a tempó, Muizenberg Rock egyelőre a sor végén és a pálya közepén, Mr. Favurozzal, illetve Navajoval és Originállal szemben. Sorbon még vezet, de szép lassan a kanyarhoz érve felgaloppozik mellé Sízmány, valamint egészen kívül a harmadik spurban most már ott van Silver Chimes, 2-3-4 hosszal mögöttük Rebel Jusli próbál csatlakozni. Amikor az utolsó 500 méter ér a mezőny, akkor a hátsók még mindig nem igazán tudtak megérkezni a frontba, Sorbon pedig vezet minimális előnnyel. Ott van mellette Sízmány, Silver Chimes egyelőre nagyon-nagyon jó versenyt futva próbálja megkerülni az eddig vezető kettőst a háttérben. Mr. Favirose, illetve Navajo indul el nagy lendülettel, és próbál jönni most már Originális, egyre tömörebb a boly. Elfáradt Sorbon, Sízmány is úgy tűnik, hogy fáradtnak tűnik, viszont jön most már Mr. Favirose, és jön kívül Navajo, Rebellius is ott van a frontban. A távoszlaphoz érve Mr. Favirose 2-3 hosszas előnyben most már a többiekkel szemben. Úgy tűnik, hogy Mr. Favirose a mai napon a jobb formáját adja bent a falon. Billy Tiger indul el óriási lendülettel, Muizenberg is közel van, Mr. Favirose azonban győz, Navajo lesz mögötte a második, és talán belül Billy Tiger lehet a harmadik, kell a célfotó, mert ott volt Muizenberg Rock, és ott volt közel Rebel Jusli.